Szentesen a Kosztó József Általános Iskola 2015-16-os tanévben is pályázott a Határtalanul elnevezésű programra, és nyertek is pályázatot. Erről beszélgetek Szemerédi Andrással, az intézmény igazgatójával. Először adatokkal kezdjük már. Mikor voltak kirándulni, merre, hány fővel, tehát néhány adatot halljunk már. Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. A legfontosabb, hogy az intézmény minden tanévben pályázik erre a programra, nagyon tiszteletben tartjuk ezt a programnak a szellemiségét, és idei tanévben is sikerült 1.646.000 forint támogatást elnyerni az EMET támogatáskezelőtől. Kizárólag 7. évfolyamosok vehetnek részt ebben a programban. Ebben a tanévben 58 tanuló és 6 pedagógus volt egy felvidéki programban kiránduláson. Beszéljünk akkor arról, hogy hogyan is történt ez a kirándulás, és kezdjük a diskurzust azzal, hogy hogyan kezdték el. Ez több, mint egy kirándulás. Először is ugye az a legfontosabb, hogy a gyerekekkel és a szülőkkel, pedagógusokkal megértessük azt, hogy ez egy tanulmányi pályázati program, és nagyban különbözik a hagyományosnak tekintett osztálykirándulásoktól. Komoly előkészítő tevékenységeket igényel, előkészítő órákat. Mi külön vetélkedőt is tartottunk a felvidéknek azon magyar vonatkozású emlékhelyeiről, amelyeket a gyerekek majd meglátogattak. Illetőleg utómunkálatokat is igényel ez a pályázat, olyan szempontból, hogy bemutatjuk az egész iskola közösségének a programnak a főbb pontjait és lényegét, tehát bemutató órák és témalapot is szervezünk. Természetszerűleg a programnak a legfontosabb pontja maga a kirándulás, ami 3 napig tartott, június 1-től 3-áig. Akkor beszéljünk erről a kirándulásról, illetve hát ha nem is minden napjáról, minden percéről, de hát azért vázoljuk már, hogy miket láthattak a gyermekek. Az első napon a felvidéki bányavárosokat látogattuk meg. Ebben a programban már tavaly szereztünk ez irányú tapasztalatokat, és rengeteg olyan történelmi mondani valója van ennek az első napi programnak, amit érdemes a gyerekeknek prezentálni. Selmezbánya, Körmözbánya és Besztercebánya szerepelt az első napi programban. Ami talán a legnagyobb érdeklődésre tartott számot, az a körmözbányai pénzverde, ami mind a mai napig egy üzemelő pénzverde, ugye a felső magyarországi bányavárosokhoz kapcsolódóan. De természetesen nem csak az ipari emlékek, hanem gondolom, hogy a táj, az épített környezet is nagyon sok érdeklődő tekintetet vonzhatott ott. Igen, hát Selmezbánya a világörökség védett belvárossal, városközponttal rendelkezik, tehát az épített emlékek is óriási jelentőséggel bírtak, illetőleg olyan történelmi városközpontok, éppen maradt városközpontok vannak Körmözbányán, Besztercebányán is, ami azt hiszem, hogy a magyar diákok számára egyedülálló látnivaló. És amikor hazaérkeztek, akkor milyen programok várták a gyerekeket, illetve hát milyen feladatokat kellett még teljesíteni? Én azért még kitérnék arra, hogy a másik két napban is voltak látnivalók. Próbáltuk úgy felépíteni ezt a programot, hogy ne csak a történelmi múlt, hanem a természeti örökségek is megjelenjenek a programban. Nagyon nagy sikert aratott a dobsinai jégbarlang meglátogatása, illetőleg egy Szlovákia Grand Canyonjának is nevezett szakadék Szurdok völgy, a Szádalő völgynek a meglátogatása, és ami szerintem a leginkább a program lényegét kifejezve is szívhez szólt a diákok számára, hogy egy magyar tannyelvű felvidéki iskolában tettünk egy jó két óra hosszás látogatást egy felvidéki kis településen, Bátkán. És akkor mindegyik napot átöleltük már? Még, hogyha mindegyik napot át akarnánk ölelni, akkor még talán beletenném azt, hogy
Ennek a másik sarkalatos pontja volt ennek a programnak Kassa. Ott kimondottan a magyar történelmi emlékek miatt került a programba. A második Rákóczi Ferenc sírjának a megkoszorúzása, illetőleg a Rodostó háznak a meglátogatása, ami kimondottan a történelmi tanyaghoz kapcsolódott. És akkor tényleg, amikor befejezték a kirándulást, akkor mi következett? Akkor ezek az utómunkálatok következnek, aminek nagyon nagy jelentősége van, ugyanis mi ezt a programot szeretnénk több a következő generációkra nézve is folytatni. Jelenleg is van egy sikeres pályázatunk már a jövő tanévre, és ennek fontos momentumai, hogy bemutató órán bemutassuk azt a lehetőséget, ami ebben a programban van a következő generációknak is, illetőleg ugye szervezünk egy olyan témanapot, ami a Nemzeti Összetartozás napjához is részben kapcsolódik, amelyen azt próbáljuk azt a diákjainknak bemutatni, hogy a határon túli magyar közösségekkel való kapcsolatépítés az rendkívül pozitív. Végezetül személyeskedjünk már, hogy ön azért, hogy az iskolát vezeti, emellett földrajzszakos tanár. Mint földrajzszakos tanár, miért tartotta fontosnak, hogy épp a felvidéken belül ezeket a településeket tekintették meg, illetve hát például ugye a természeti adottságok közül a Dobcsina barlangot, tehát van-e valami személyes vonzalma ez a területhez? Természetesen van. Magam részéről lelkes felvidék látogató vagyok több tíz éve. Azt tudom mondani, hogy a program természetesen konszenzus alapján készül. Mi megpróbálunk mindig olyan programot kialakítani az osztályfőnökök bevonásával, ahol egyensúlyban van a történelmi múlt, a kapcsolatépítés és a természeti látnivalók is egy egységet képeznek, hogy minden diák olyan az ő érdeklődésének megfelelő élményben részesüljön, hogy jó kedvel és sok pozitív tapasztalattal térjen haza. Beszélgetésünket adatokkal kezdtük, fejezzük be adatokkal is, hogy milyen pályázat keretén belül vettek részt ebben a programban, illetve a kiránduláson, illetve van-e még néhány olyan dolog, amit feltétlenül szükséges, hogy a Kurca Televízió nézői is tudjanak. A pályázatnak a pontos neve a Határtalan Program 15/5-ös számú pályázati kiírása, és ugye erről tudni kell, amit említettem az elején is, hogy ez kizárólag 7. évfolyamos tanulóknak íródott ki, és az a legfontosabb célja, hogy egyszer mindenki támogatással eljusson olyan magyar lakta területre, ahol fel tudja venni a kapcsolatot külhoni magyarokkal is. Ez ugye 8 évfolyamos általános iskolában egyszer egy évfolyamon valósulhat meg ez a támogatás egy-egy tanulónak.